az Arándokút az egy kegyelmi közösség. Valamit én leteszek az Úr asztalára, és valaki más, nem is tudom kicsoda, de ebből táplálkozik, és ez így van jó. Ez fejezi ki a mi testvéri összetartozásunkat. Ezekkel a szavakkal indultak útnak a zarándokok a főpásztor vezetésével Mohácsról Bátára. A Pécsi Egyházmegye harmadik bátai zarándoklatát idén szeptember 17-én szombaton tartotta. Minden zarándoklat más, más a cél, az emberek, akik részt vesznek rajta, más a búcsújáróhely. Ami különlegesség, hogy a zarándoklatok Mária kegyhelyre mennek, most viszont az ország egyetlen Szentvér kegyhelyére tartunk, mondta Pavlekovics Ferenc pasztorális helynök. Hát az a szerencsénk, hogy a szervezők már tudják a dolgokat. Nem az első szervezés ez. Mindenki tudja, hová kell mennie, mi a teendője. Én inkább igyekszek arra figyelni, hogy tényleg, hogy magam is zarándok legyek még akkor is, hogy talán nem gyalog megyek velük, de én is zarándok vagyok. Mohácsról a fogadalmi templomtól 7 órai indulással az 56-os úton haladva Dunaszekcsőn átmentek a zarándokok Bátára. Én nagyon vártam ezt a mai napot. Kizártam, hogy kocsival vagy biciklivel megyek, nekem most gyalogolni kell. A gyerekek érkeztek, bár az eső szerintem sokakat megijesztett, de én abban bízom, hogy ha látják, hogy az idő jobb lesz, akkor Dunaszekcsőn, illetve az Ezüstfenyő fogadónál sokkal többen fognak csatlakozni hozzánk. Bátaszéken 9:30-tól gyülekeztek a zarándokok, és közös ima után 9:30-kor indultak a kegyhelyre. Krisztusban szeretett testvérek, most Bátára zarándokunk a Szentvér kegyhelyhez. Az elmúlt évek gyakorlata, hogy biciklis zarándoklat is indul a kegyhelyhez. A résztvevők nem biciklitúrának, hanem zarándoklatnak tekintik azt. Így most is valakiért vagy valamiért ajánlották fel a kerékpárosok az utat, mondta Sárszegi Attila, a kerékpáros zarándoklat szervezője. Egy zarándoklatnak az a célja, hogy Istenhez közel kerüljünk, és ezért ez nem egy biciklitúra, hanem itt arra fogom majd kérni indulásnál a résztvevőket, hogy ezt ajánlják fel valamire, ezt a mai zarándoklatot, és hát Isten közelébe szeretnénk lenni. A motorkerékpárosok délelőtt 9:30-kor gyülekeztek Pécsett kertvárosban a Szent Erzsébet plébánia előtt, majd a templomban egy rövid imádság után indultak Mária gyűdre, és aztán Mohácsra. Itt várták be azokat a motorosokat, akik az egyházmegye más részeiről érkeztek. Azért különleges, mert hát az egyházmegyéhez tartozván egy kicsit segít összefogni az egyházmegyei híradás, reklám, a csúnya szó, az embereket itt a bátai alkalommal. Másik ilyen alkalom a Mária Győdi motoros zarándoklat, amely kifejezetten motoros zarándoklat. Hála Istennek most már a harmadikon is túl vagyunk, amik az egész országból jönnek motoros társak. Báta hazánk egyetlen Szentvér kegyhelye, mely már a középkorban is jelentős zarándokhely uralkodói zarándoklatok célpontja volt. A sok Mária kegyhely mellett az eukarisztiára irányítja a figyelmet, fogalmazott Sümegi József, a bátai Szentvér kegyhely őrzője. Hát szeretnénk, ha valóban ez országosan ismert kegyhely lenne, visszakapná azt a funkcióját, amelyet betöltött sok-sok évszázadon keresztül, ezért ehhez szükséges egyfajta jelenlét, ezért is bízott meg a főpásztor azzal, hogy amikor ide zarándokok jönnek, azok méltó fogadásban részesüljenek, és természetesen egy tartalommal is szeretnénk ezt megtölteni 2020-ig, a következő években már az eukarisztikus kongresszus a történő előkészület jegyében fognak a búcsuk majd zajlani, és ennek a tartalmi részét készítjük most elő. Az idei bátai zarándoklatra az egyházmegye szinte összes oktatási intézményéből érkeztek diákok, pedagógusok, akik a két gyalogos útvonal egyikét, illetve a kerékpáros zarándoklatot választották. Nekem egy kicsit hosszú volt, még beszélgettem a barátnőmmel, hogy mikor lesz már vége, biztos egy kilométer, de egyébként nem. Valamikor csak 1/2 kilométerre voltunk az elért céltól. Nekünk péntekenként 4. órában Szent Misénk van. Minden reggel meghallgatjuk az iskola rádión a napi evangéliumot. Én szeretem, hogy minden nap azért van
van egy kis hitem. Hát igazából most hétfőn és pénteken vannak reggelien áhítatók, és hát szoktunk imádkozni is az iskolába. Úgy, mint mondta, hogy hétfőn és pénteken az nagyon jó, hogy áhítatók vannak reggel, meg szeretünk nagyon imádkozni, meg hát sokszor is imádkozunk, és szerintem nagyon jó. Udvardi György megyéspüspök elmondta, a Szentvérkegyhely eredete 601 évre nyúlik vissza, a magyar történelemben, az egyház történelmében kiemelt jelentőséggel bírt. Ezt az ősi jelentőséget szeretnénk feléleszteni. Hisszük, hogy nem csak múltba való révedés, ez sőt messze nem az, hanem sokkal inkább múltra való építést szolgálja ez a kegyhely, és hiszem azt is, hogy napjainkban is van lelkipásztori jelentősége. Hiszen amikor zarándok útra indul valaki, akkor ez az út a saját életünket képezi le, ahol nehézségek vannak, társak vannak, segítenek, útjelzők vannak, és bizony küzdeni kell. És ez nagyon jó, hogy az egyházmegye különböző korosztályával, katolikus iskolákkal, növendékeivel, tanáraival, orvosokkal, idősekkel tudtunk együtt jönni. Azzal a szándékkal a szívünkben, hogy hisszük, az áldozatból élet fakad. És ezt az életet várjuk ettől a kegyhelytől. Az ünnepi szentmisére a templom és a kegyhely környéke is megtelt zarándokokkal.